Elkezdték felszámolni a zajdai gumilerakatot. Még július 5-én Tompos Márton a Momentum frakcióvezető helyettese posztolt egy videót a közösségi oldalára, amelyben bemutatta, hogy mintegy 400 kamionnyi gumi volt összegyűjtve az egykori katonai objektumban. A politikus augusztus 10-én posztolta, hogy a közfelháborodásnak és az összefogásnak köszönhetően elkezdték a hulladék elszállítását. Közben a Zala vármegyei kormányhivatal feljelentette a telep üzemeltetőjét és intézkedett a halmok elszállításáról. Sziasztok! Egy egészen elképesztő környezetvédelmi potenciális katasztrófát szeretnék nektek most bemutatni innen Zalából. Mintegy 105 ezeren látták már a Momentum politikusának videóját. Tompos Márton azóta sem engedte el a gumilerakat ügyét. A szerdai posztja szerint azért dobták vissza a közérdekű adatigénylését Lentiben, mivel a rendőrség szerint az veszélybe sodorná a nyomozást. A frakcióvezető helyettes az ATV-nek adott interjújában azt mondta, a halmokat a kormánypárti Benkő Tamás államtitkár bátyja hozta Lentibe, a cégeit azonban azóta Benini és Mali állampolgárok nevére iratta lenti polgármesterét mi is kerestük az ügyben, választ azonban nem kaptunk. Stábunk is eltöltött néhány órát a Bottyán János Kuruc generálisról elnevezett egykori laktanyánál. Úgy tudjuk, az utóbbi időben már szigorúbban veszik a belépést a cégnél, hiszen idén az egykor ott szolgáló lövészdandár tagjait sem engedték be, technikai okokra hivatkozva. A kormányhivatal szerint veszélyesnek nem minősül az ajdai hulladék, de elkezdték a felszámolást, bár ott jártunk, akkor az elszállításra utaló forgalmat mi nem tapasztaltunk. Ezeken a Youtube-on található felvételeken viszont látszik, hogy valóban fogyott a gumi rengeteg, de még így is tetemes mennyiség található az egykori laktanyában. Sauta Marcel a Momentum kanizsai szervezetének elnöke szerint azért is vett fel számos kérdést az ügy, hiszen Zolaegerszegen korábban épült egy gumifeldolgozó, ám ezek szerint az Ausztriából is idehordott gumik mégsem jutottak el a megyeszékhelyre. Gyakorlatilag érdekes a maga a téma, tehát maga a használt gumiabroncsoknak az újrahasznosítása, ez, ez már egy több évtizedes probléma, és 2012-ben Zalaegerszegen a Molnak a finomítójába készült egy gumibitumen feldolgozó üzem, aminek elég nagy kapacitása van. Az annak idején nagy hír is volt, és a, a gumibitumennek a használatának az előnyeit is lehetett hallani. Sauter Marcel arra is emlékeztetett, az egerszegi fejlesztés kapcsán komoly útfejlesztésű ígéretek is elhangoztak, amik aztán nem valósultak meg. A politikus szerint elképzelhető, hogy ebben a mohul létrejötte is közre játszott. Évente 200 km, kétszer kétsávos autóutat lehet bitumennel bevonni a koporéteget és ezek az alapanyagok, mert gyakorlatilag hulladékról és nem szemétről van szó, ezek értékes alapanyagok lehetnének, hogyha megfelelőképpen tudnának feldolgozni, és aktualitása talán még az is, hogy idén átvette a MOL konceszióban a hulladékfeldolgozást, és nem tudjuk, hogy mi várható a jövőben. Tompos Márton bejegyzése alapján hivatalos MOL telephelyre szállítják feldolgozásra az eddig itt tárolt hulladékot. Az ajdai laktanya hírneve a múltban is inkább hírhet volt. A saját slang szótárral is rendelkező tömbben közismerten nehéz körülmények várták az zömében nyírségből és borsodból érkező fiatalokat.